Köszöntöm nézőinket, cselszektem, hogy képekben ismét tartsanak velem néhány percre, hogy elmondhassam, megosztassam önökkel, hogy mi történt ebben a készülődő tavaszban Cselszektavajon. Április végén testületi ülést tartottunk, ahol a zárszámadási rendeletet kellett megalkotni. A tavalyi esztendő 710 millió forinttal zárt, ez volt az a bevételi összeg, amivel gazdálkodhatott Cselszektavaj. A kiadás, a takarékos odafigyelő gazdálkodás eredményeképpen 515 millió forint volt, a különbség 190 millió forint. Ebből az idei költségvetésbe a megcímzett, tehát kötelezően feladatokra fordítandó összegeket beépítve 13 millió forint maradt a költségvetés tartalékaként. Most 30 millió forint körüli az az összeg, amellyel gazdálkodhatunk, illetve olyan pályázatokat várhatunk, amelyek majd azokat a terveket valósíthatják meg, amik Cselszektavajon elképzeléseket takarnak. Továbbra is folytatjuk azt a takarékos, odafigyelő és szakszerű gazdálkodást, amit idáig is folytattunk. A pénzügyi bizottság, a képviselőtestület befogadja azokat az elképzeléseket, terveket, amelyeket a megvalósítás asztalára helyezünk, és nagyon bízunk pályázatokban. Április végén egy nagyon nagy program részesei lehettünk. Az a sok-sok ember, aki eljött a falunapra, erre a csodálatos szombati egész napra tervezett programsorra, az részese lehetett mindannak a közösségi programnak, amit a Kulturális Bizottság, a képviselőtestület, a civil szervezetek hoztak össze. A falunap programja volt egy kiállítás. Egy kiállítást nyitottunk a helyi művészek, amatőr alkotók munkáiból. Örömmel láttam azt a sok-sok alkotást, ami itt a hétköznapokban születik Cselszektavajon. Gratulálok azoknak, akik kimertek állni, akik kiálltak és megmutatták azt a sok-sok szép művet, amit itt a közöttünk élők alkottak, és csodálattal néztem, hogy mennyi ügyes kéz, mennyi fantázia mozog, és aztán végül alkotásokat generál. Egy hatalmas nagy eseményünk is volt, hiszen a Parlament Sport Egyesülete egy futballmeccset játszott a helyi, a régióból verbuválódott futballt szeretőkkel. Mindenki jól érezte magát a kulturális rendezvényeken, a kulináris élvezetekből kivehette részét, hiszen a délelőtt a szokásos, már tradicionális főzőversennyel indult, kulturális, illetve sportbemutatók egész nap folytak, és a dél eseménye volt, hogy átadtuk a sportegyesület öltözőjének a tetőterét. Sokakban felmerült a kérdés, hogy miért nevezzük edzőteremnek, hiszen jelenleg ott még edzőeszközök nincsenek. Csatlakozzanak azokhoz, akik ebbe az edzőterembe, ebbe a kialakított helyiség sorba olyan sporteszközöket adnak, amit otthon már meguntak, amit kinőttünk otthon. Tudunk róla, hogy sokaknak van egy-egy teremkerékpárjuk, szobabicikliük, vagy éppen egy súlyzókészletük. Hát ilyeneket várunk, és megpróbáljuk ezekből az eszközökből felszerelni azt a tetőteret, aminek az átadása most a falunapon történt meg. Kulturális program részesei lehettünk, ahol kicsik és nagyok, és a helyben élő külföldi idegen nyelvű csoport, német dalárda is fellépett. Egy klassz sztárprogram sorozat után
bál zárta az estét, majdnem kivilágos virradatig. Elkészült a falukapunak nevezett projektünk, beruházásunk is. Ez a Rezi úti főút Cserszeg-Tomaj érkező fogadó részén az ott lévő kőkereszt körül a környezetet. Nagyon remélem, hogy mindenki számára kulturált és tetszetős helyzetbe hozta. Egy érdekesség, hogy az ottani két zászlórúdon a pici zászlók, mindazon nemzeteknek a zászlajai, akik itt Cserszeg-Tomajon laknak és amilyen nemzetet képviselnek, 29 kis zászlót lehet megszámolni, ennyi nemzet tagjai, részesei Cserszeg-Tomaj közösségének. Szeretném ezen a fórumon is közzétenni és kapacitálni azokat, akik óvodapedagógusként vezetőbeosztást szeretnének vállalni, hiszen kiírtunk egy pályázatot, vezető óvónőt keres az önkormányzatunk. Intézményünk a Pipacs óvoda bölcsöde vezető óvónői beosztására várjuk azok jelentkezését, akik egyrészt a honlapunkon elolvashatják a jelentkezési feltételeket, illetve más sajtóorgánumokban is már hírül adtuk. Kérem azokat, akik erőt éreznek magukban, akik szeretnének egy csodálatos óvodának a vezetésében részt venni, jelentkezzenek, vagy akik ilyet ismernek, azok adják tovább ezt az információt. Várjuk a pályázatra jelentkezőket. Hogy mi várható a közeljövőben? A Fenyves utca aszfaltozásának szeretnénk nekiállni, ez egy elég szűk utca, így az ott lakók türelmét kérjük majd a megkezdődő munkák alatt. Nagyon remélem, hogy majd ha elkészül, akkor viszont kárpotolja önöket az a kis kényelmetlenség, ami az építéssel, illetve hát a rendbetétellel együtt jár. Egy másik érdekesség, hogy az iskola udvaron a sportpályát szeretnénk rendbe rakni, hogy gyermekeink egy klassz felületen sportolhassanak, kézilabdázzanak, kosárlabdázzanak, szóval labdajátékokat játszhassanak, de ki is bővítjük keleti irányban, tehát megnöveljük azt a felületet, ahol végre most már majd tiszta cipővel tudnak a gyerekek az iskola szünetben is időt tölteni, viszont úgy ütemezzük, hogy ezek a ballagást, a közelgő iskolazáró ballagást, illetve hát majd a későbbi programunkban a bornapokat ne zavarja, illetve a bornapokra készüljön el. Június elején, közvetlenül az első hétvégén egy hatalmas programot szervezünk. A pedagógus napot, a gyermeknapot egyben családi fesztiválnak is nevezzük. Jöjjenek el, tényleg egy családi fesztivállá kellene ezt tennünk. A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt olyan programokat szervezett a Kulturális Bizottság, a pedagógusok munkaközössége, mind az óvodából, mind az iskolából, amin remélem, hogy mindenki örömmel tud majd részt venni, és a szülői munkaközösség is már bekapcsolódott az előkészítési munkánkba. Apropó szülői munkaközösség, örömmel láttam, hogy egy nagyon klassz program sort vittek végig, május felállításról van szó, felállt az iskolaudvarban egy májusfa annak rendje módja szerint időben, és aztán két héttel később kitáncolásra került, a kitáncolást pedig egy kis közösségi rendezvény követte a tornacsarnokba, ami jól belehúzódott az estébe, éjszakába, de azt hiszem, akik ott voltak, azoknak megérte, jól érezték magukat. Hát figyeljék azok, akik most lemaradtak róla, mert a szülői munkaközösségben ilyen erő lakozik, és ilyen klassz programokat tud csinálni. Végezetül várom önöket május 25-én testületi ülésünkön, amelyben a tavasz kötelező feladatai, a közeljövőnek a meghatározandó feladatairól lesz szó.
jöjjenek el, beszéljük át, beszéljük meg együtt a problémáinkat, illetve oldjuk meg együtt feladatainkat. Köszönöm a figyelmüket!